Ez a Híradópontban 8-kor, Hevé Lórend vagyok. Jó reggelt kívánok! Most kezdődnek az érettségi vizsgák szerte az országban, pontban 8 órakor becsöngetnek, és elkezdődik az írásbeli vizsga magyarból. Összesen 1158 helyszínen Magyarországon. Idén nagyjából 1100, illetve 110 ezer diák vizsgázik magyarból szerte az országban. Kapcsunk egy helyszínt, mégpedig Sopronban, ott van Ciráki Viktória, ott rendben elkezdődött az érettségi ebben a percben? Szervusz Lórend, jó reggelt kívánok a nézőknek. Igen, ezekben a percekben osztják éppen a magyar nyelv és irodalom érettségiket itt a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban. Azt lehet tudni erről az intézményről, hogy itt összesen 110 diák tesz középszinten, 3 emelt szinten érettségi vizsgát magyar nyelvből, illetve 1 diák magyar, mint idegen nyelv tárgyból tesz érettségi vizsgát a mai napon. Most osztják ki, tehát ezekben a percekben a feladatlapokat, a középszinten az első feladatlap kiosztására kerül most sor, melynek 90 perc áll rendelkezésre, ezen egyébként szövegértés és érvelési feladatok lesznek majd. Ezt követően a 90 perc után egy újabb feladatlapot kapnak a diákok, melynek 150 perc áll rendelkezésre a kitöltéséhez. Ezzel szemben az emelt szintű érettségi vizsgákat tevő gyerekek egyetlen egy feladatlapot kapnak majd, és erre áll rendelkezésre az összesen 4 óra. Elkezdődött tehát az érettségi, és bízunk a legjobbakban. Ciráki Viktória, köszönjük szépen! Zajlik a diplomáciai nagyüzem Magyarországon. Pár nappal az olasz és a török vezető után ma az osztrák alkancellár érkezik Budapestre. Heinz Christian Strache a tervek szerint a bevándorlásról és az EP választásról is tárgyal majd a magyar kormányfővel. A látogatás kapcsán Orbán Viktor az osztrák Kleine Zeitungnak nyilatkozott. A kormányfő úgy látja, hogy a migráció miatt elválhat egymástól Nyugat és Közép-Európa sorsa. Orbán Viktor a lapnak arról is beszélt, hogy Brüsszel azért nem akarja megállítani a migrációt, mert a baloldal igazából választókat importál. Az interjú teljes egészében magyarul is elolvasható a kormány.hu oldalon. Vonaton és gyalog is megpróbáltak Magyarországra szökni többen is az elmúlt 24 órában. Évfél körül 18 külföldit tartóztattak fel Herceg-Szántónál, mindannyian férfiak voltak és afgán állampolgárnak mondták magukat. Hajnalban egy vonat alvázán bújtak el 6-an, és úgy próbáltak meg Magyarországra jönni. Afgánnak mondták magukat ők is, de nem voltak papírjaik, ezért a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Demeter Márta szocialista szavazókra vadászik, erről Farkas Őrs politikai elemző beszélt az M1-en, miután felkerült egy kampányvideó az internetre, amelyben az LMP-s Demeter Márta a KKV-k uniós támogatásáról beszél. Az elemző szerint a baloldali pártoknak nincs világos uniós programjuk, ezért egymás választóit próbálják meggyőzni, sokszor ugyanazzal. Az elmúlt 30 évben a magyar politika mindig a multicégeknek az oldalára állt, ahelyett, hogy a hazai kis és közepes vállalkozásokkal foglalkozott volna. Ebből elég volt. Demeter Márta az elmúlt időszakban több videót is népszerűsített saját közösségi oldalán. Az egyikben például a kis és közepes vállalkozások uniós támogatása mellett kampányol. Mi a magyar embereket szeretnénk segíteni, a hazai kis és közepes vállalkozásokat szükséges támogatni az Európai Uniós forrásokból, hiszen ezek azok a cégek, vállalkozások, amelyek helyben, országszerte érdemben tudnak munkahelyeket teremteni, érdemben tudják a helyieket foglalkoztatni, így tudjuk megállítani azt a tömeges elvándorlást, ami az elmúlt években Magyarországon kialakult. Demeter Márta az egyik közösségi médiában egyszerűen szocialista szavazókra vadászik. Farkas Őrs politikai jellemző az M1-en úgy fogalmazott, az LMP társelnöke a szocialisták szavazóira vadászik a Facebookon. Szerinte ez derül ki az egyik Demeter Márta által közzétett hirdetés adataiból. A kampányvideó adataira kattintva ugyanis kiderült, hogy Demeter Márta, aki egykor maga is szocialista politikus volt, fizetett azért, hogy az LMP-t népszerűsítő videóját kifejezetten az MSZP szimpatizánsai lássák. Kerestük Demeter Mártát, hogy megtudjuk, miért pont az MSZP iránt érdeklődő embereket szerette volna elérni a hirdetéssel, és hogy látja, az LMP hány szocialista szavazót tud magának megnyerni az uniós választásig. Kérdésünkre adásunkig nem kaptunk választ. A szocialista szavazók számára is nagyon fontos probléma a klímaváltozás. Ungár Péter, a párt országgyűlési képviselője viszont válaszolt. Azt mondta, az LMP a szocialisták szavazóin túl mindenkit meg akar szólítani, akinek fontos a környezetvédelem. Az egészből az látszik, hogy hiába ez a mézes-mázos kormánypártok elleni
politika valójában továbbra is egymástól próbálják meg elvenni a szavazókat az ellenzéki pártok. A politikai jellemző szerint az ellenzéki pártok csak a felszínen beszélnek az összefogásról. Valójában kőkemény harc folyik közöttük a szavazatok megszerzéséért. Még mindig népszerű a szép kártya, idén a kafetéria juttatások több mint felét kérték ilyen formában a dolgozók. A legtöbben vendéglátásra költik a juttatást, de szálláshelyre és szabadidőre is egyre többen költenek szép kártyával. Fontos újítás, hogy mostantól a kártyán lévő pénz nem veszik el. Somlói galuskával zárták az ebédet a vendégek ebben a miskolci étteremben. A desszert után pedig érkezett a számla is. Fizetetek szép kártyával is? Természetesen. A vendéglátóhelyek többségénél ez nem is kérdés. Az országban már csak nem 30 ezer étteremben lehet a Széchenyi pihenőkártyával fizetni. Van szép kártyám, nagyon szeretek élni vele, párommal is szeretünk ellátogatni vendéglátóhelyiségekre, és olyankor tényleg egy nagyon jó praktikus eszköznek tartom. Jó napot kívánok! Igen, nagyon jól éreztük. Szép kártyával fizetünk. Egy gyors mozdulat a terminálon, egy aláírás, és már indulhatnak is haza a vendégek. A szállodai költségeket is egyre többen szép kártyával rendezik. A magyar vendégeknél rendkívül népszerű, hát majdnem a fele, ha nem is az egész összeget, de valamennyi részt fizet szép kártyával. Rohanó világunkban rendkívül fontos, hogy a munka és a pihenés, relaxálás közti egészséges egyensúly megteremtődjön. A szép kártya hozzásegít ehhez, azt hiszem. Szép kártyát szeretném megkérni. De nem csak a vendéglátásért vagy a szállásokért lehet pihenőkártyával fizetni. Sokan szabadidő alszámlára kérik az összeget, amiből például színház és múzeumi jegyek, állatkerti vagy fürdőbelépők is vásárolhatók. De akár masszázsra, látásvizsgálatra, lovasoktatásra vagy sporthorgászatra is lehet költeni. A szép kártya pedig egyre népszerűbb. Idén a kafetériák 54%-át igényelték ebben a formában a munkavállalók, a feltöltések összege pedig meghaladta az 50 milliárd forintot. A vendéglátás alszámla a legnépszerűbb, a kártyabirtokosok 30%-ban ide kérik az összeget, míg a szálláshely 16%, a szabadidő alszámla pedig 8%-ot tesz ki. Ez maradt az egyik olyan guruló forint a rendszerekben, amit tényleg valahol a napi szintű kiadásokra tudnak fordítani a munkavállalók. Szakértők szerint a növekedés nem meglepő, mivel a megváltozott kafetéria rendszerben idén egyedül a szép kártya maradt kedvező adózású béren kívüli juttatás. De 2019-től könnyebbség az is, hogy a kiutalt összeg nem veszik el két év után sem. Eddig kettő év követően elveszítődött a kártyán lévő összeg, most viszont a változás, hogy ugyanez a határidő megmaradt, viszont ezt követően minden hónapban 3%-kal csökken a bent lévő összegnek a nagysága. Valamennyivel kedvezőbb ez a változás az eddigiekhez képest, mert nem a teljes összeg veszítődik el azonnal, ha valaki nem figyel oda a határidőkre. Ez azt jelenti, hogy például, ha valakinek 100 000 forintja maradt a kártyáján még 2017-ről, akkor attól júniustól már hozzávetőleg 3800 forint havidíjat fog levonni a szolgáltató. Így hónapról hónapra folyamatosan olvadhat el az el nem költött összeg. Ezért a 2017-ben kapott juttatásokat érdemes május 31-éig teljes mértékben felhasználni. Minden gazda kap állami támogatást, aki igazolni tudja, hogy az aszály kárt okozott a területén. Erről az agrárminiszter beszélt reggel az M1-en. Nagy István szerint a hétvégi eső életmentő volt, de a tavaszi szárazság miatt ez nem elég, ezért a gazdák továbbra is öntözhetnek a csatornákból. A miniszter szerint ez biztonságot jelent. Eddig a gazdák 42 ezer hektárnyi aszálykárt jelentettek be számunkra. Megnyugtatásul szeretném mondani mindenkinek, hogy aki szabályosan jelezte ezt a károsodást, igazolta ezt a károsodást, azt a kármentesítési alapból természetesen az agrárkormányzat finanszírozza. Viharos erejű szél miatt adott kiriasztást a meteorológiai szolgálat. A nyugati és az északkeleti járásokban akár 80 km/h szél is lehet ma. Napközben a szél ereje csökkenhet, de 6 megyére a nap végéig érvényes az elsőfokú figyelmeztetés. A magasabban fekvő területeken, például az Alpok alján vagy az északi középhegységben akár hó is lehet ma. Trópusi ciklonok pusztítanak a világban, Bangladesben 1000 ház megsemmisült, 1 millió embert evakuáltak. Indiában egy másik viharban 16-an haltak meg.
Szinte mindent letarolt a Fani ciklon a tengerparti sávban, Puriban. A vihar súlyosan megrongálta a halászok csónakjait, az épületek tetőszerkezetét pedig messzire sodorta a szél. Összedőlt viskókat, sűrű iszap és sártengert lehetett látni az utcákon. Az emberek két nappal az ítéletidő pusztítása után térhettek vissza otthonaikba, hogy felmérjék a károkat. Mindenünk oda veszett, nem tudom, mit tegyünk most. Akkora a pusztítás, hogy helyreállítani sem lehet, mondta ez az asszony. A főként turizmusból élő hindu zarándokváros lakói a kormánytól várnak segítséget és kártérítést. A hatóságok jelentése szerint 16-an haltak meg, és több százan megsérültek a trópusi viharban India északkeleti részén, Orissa és Nyugat-Bengália államban. Az utóbbi két évtized legpusztítóbb ciklonja után azonban hosszú évekig is eltarthat a teljes helyreállítás. Habár a Fani ciklon sokat gyengült, mielőtt elérte Bangladest, a sűrűn lakott partmenti sávban mégis óriási pusztítást végzett. Legalább 5-en meghaltak, és több mint 60-an megsérültek. A dél-ázsiai országban több mint 1000 lakóház semmisült meg, több települést teljesen elárasztott a víz. A légörvény 6 óra alatt végigvonult a 160 millió lakosú Bangladesen, és jelentősen legyengülve tart tovább északkelet felé. Az utasok több mint fele meghalt, amikor egy repülő kényszerleszállást hajtott végre Moszkvában. 78-an voltak a fedélzeten, közülük 41-en meghaltak. Az orosz gyártmányú gép pilótája műszaki hibát észlelt, ezért fél órával a felszállás után visszafordult. A felvételen látszik, hogy az utasszállító lángolt, amikor földet ért. Állítólag a gép kényszerleszállás közben visszapattant a földről. Vlagyimir Putyin részvétét fejezte ki az eset miatt, az orosz kormányfő pedig azonnali vizsgálatot rendelt el. A fedélzeten 73 utas és az 5 fő személyzet tartózkodott. 5 embert szállítottak kórházba. A 78 emberből, akik a fedélzeten voltak, 37-en élték túl. 33 utas és a legénység 4 tagja.